Június közepén végre útjára indulhatott a 2020-as rally szezon hazánkban. Sokan már teszteltek a korlátozások enyhítése után, s ekkor még úgy tűnt, hogy a Rally 3 déli régiójának nyitó futama zárt kapus versenyként kerül megrendezésre. Szerencsére a további enyhítések után már nézők is részt vehettek a meccsekben rendezett Kisvaszal rallin, és ennek megfelelően sok kiéhezett autósportbarát látogatott el a futamra. A Rally 3 mezőny mellett pedig sok élversenyző is nevezett a 2020-as bajnoki nyitányra való felkészülés jegyében, ami tovább fokozta az érdeklődést a verseny iránt. Berényi Ákos rally szakágvezető magánemberként próbálta hasznosan eltölteni a karanténidőt, ám a bajnoki szezon szervezése komoly kihívást jelentett. Hát az, a kérdésedre válaszom, hogy én hogy éltem meg, én nagyon jól. Tehát én otthon a kertbe tevékenykedtem, megcsináltam mindent a ház körül, amit idáig nem sikerült, úgyhogy nekem jól telt. Talán bele is rokkantam ebbe a kerti munkálatokba. Maga a rallynak a szervezése egy picit nehezebb sztori volt, mert ugye mindig elkezdtük, minden hónapban letettük, hogy akkor hogyan akarjuk, mindig volt egy forgatókönyv, hogy hogyan induljunk el, és hál' Istennek úgy alakult az egész, hogy el tudtuk most indítani, ugye ezt is már zárt kapusra terveztük, mert volt rá lehetőség, de hál' Istennek azt is feloldották, úgyhogy most azért állunk itt annyian, mert állhatunk és nézhetjük és látjuk a versenyautókat. Hát bízom benne, hogy most elindul és folytatódik is. Nehéz volt újjá szervezni, hiszen voltak, akik visszamondták a versenyt, és hát új versenyeket is kellett besűríteni ebbe a rövidebb időbe. Szerencsénk volt azzal, mert ugye a már bejelentett versenyek, azoknak megvoltak az engedélyezései, így csak halasztani kellett. Így azért van az ORB futamon, ugye a Salgótarjáni Központ, az Eger, a Miskolc, ezek megvoltak már az előző naptárban, így csak az időpontokat kellett csúsztatni, így az engedélyeket is lehetett tolni. Csak erre vártunk, hogy mikor vághatunk bele. Így már nem volt nehéz, hiszen előre a rendezők megcsinálták ezeket a folyamatokat. Így egy fokkal azért könnyebb volt, és nem ütköztünk semmi olyasmibe, ami hátráltatta volna a bajnokság megindítását. A Kisvaszal Rally a Rally 3-as bajnokság déli régiójának futama volt, melynek mezőnyében két trabit is láthattunk, ami manapság igazi kuriózumnak számít, ám az egykori sláger sorai ma is érvényesek. Trabanttal szállni még mindig élvezet? Hogy a viharban-e? A legjobb élvezet. Még mindig. Nem megy ki a divatból. Milyen érzés itt az elrötös autó csodák között ezzel a trabival itt lenni? Próbáljuk utolérni őket, néha sikerül, amikor ők kiesnek, és akkor a pályaszélén utolérjük őket, de szerintem minket többen várnak, mint az erőtösöket. Honnan ez a trabi szerelem a családban van, ennek hagyománya, vagy honnan van? Hát gyerekkorban a barna autójába ültem egy párszor, úgyhogy szerintem onnan ragadt rám. De volt a családban is, úgyhogy onnan is. Vezetésben is példakép barna? Nem, annyi tetőt én még nem cseréltem, és nem is szeretnék, amennyit ő az életében lecserélt. Megyünk aztán, ha kiadja, kiadja, ha nem, akkor meg cserélünk valamit. Milyennek tűnik ez a kisvaszali pálya a trabinak? Hát az egyik irány jó, a másik nem. Majd meglátjuk, hogy mennyire fogunk tudni felvenni a kesztyűt a Suzuki-kkal, mi azon leszünk rajta, hogy minél jobban sikerüljön. Mióta mentek ezzel az autóval? 15-ben lett kész az autó, azóta megy folyamatosan, úgyhogy ez már a 6. szezonja. Mi a különlegessége? Benne van minden, ami lehet. Az alumínium féktoptól kezdve az 5-ös váltón keresztül, csak a sper hiányzik egy kicsit. Majd egyszer az is belekerül, hogyha a nyertes lottó szelvényt feladjuk újra. A Rally 3 bajnoki futam egyben teszt lehetőség is volt az élvonalbeli párosoknak, és így rajthoz is állt szinte a teljes király kategória. Vadik, Osváth, Bodolai, hogy csak néhány nevet említsünk,
de itt volt az osztrákok ERC menője Niki Majmelhoff és a lengyelek kiválósága Gregor Schipp. A fiatal tehetség Klaus Kristóf Csányi Boton navigátortársával egy gyönyörű dekorral felkészített R5-ös Ford Fiestával készül a bajnoki szezonra. Azt gondolom, hogy itt a hosszú szünet után mindenkinek az a legfő célja, hogy végre mehessen. Nekünk is ez a tervünk, tehát szeretnénk végre autóban ülni versenykörülmények között, illetve tényleg az ország leggyorsabbjai ellen versenyezni. Azt gondolom, ez itt adott lesz. Hogyan látod ezt a 2020-as bajnokságot? Azt hiszem, hogy a legek bajnoksága az utóbbi években? Hát ma szinte azt mondhatni. Idén mi is itthon tervezzük az évet, tehát itt a kialakult nehéz helyzet miatt is úgy döntöttünk, hogy a magyar bajnokságban folytatjuk. Azt gondolom, hogy nagyon erős mezőny lesz, és tényleg mi szeretnénk ott lenni az élmezőnybe, és az első helyekért versenyezni. Az utóbbi években elskodásodott a mezőny, de hál' Istennek most nagyon sok Fiesta is lehet márkatársakkal is küzdeni. Igen, azt gondolom, hogy most elég széles lesz a paletta a bajnokságban. Összes autó gyártó megtalálható lesz, és szerintem nagyon szoros lesz mind autó, mind pilóta ügyileg. Ennek látod ezt a kis faszali pályát? Én szeretem a tempós gyorsokat, ez pont egy gyors, tehát egy tempósabb gyorsasági. Azt gondolom, hogy én, illetve a meccsekben is nagyon szeretek versenyezni, tapadós aszfaltokon, és mentem is már ezen a gyorson, úgyhogy várjuk. Vajon valamilyen változás a csapatban? Az autó dekorja gyönyörű, mindenki azt mondja, hogy VB szintű. Hát köszönjük szépen, Boti kitett magáért ismét, tehát azt köszönhetjük neki, hogy az autó dekorációja minden versenyre ilyen szép, úgyhogy reméljük, hogy még több embernek fog tetszeni itt a versenyek folyamán. A kényszerpihenő komoly fejfájást okozott a versenyrendezőknek is, hiszen egy-egy futam rendezése óriási szervező munkát igényel. A kelet-magyarországi Rally 3 és ORB futamok szervezője Adamovics Márk is eljött a meccsekbe, hogy szemtanúja legyen a 2020-as bajnoki munkájának. A meglévő okok miatt halasztásra kényszerült a bajnokság, ez senkinek nem esett jól, nekünk se nyilván. A meglévő engedélyezett versenyünket kellett elhalasztani, és később ugye megtartani, de azért is vagyok itt többek között, mert végre elindult valami, ezt személyesen látnom kellett nekem is, hogy elindul. A Magyar Rally Bajnokság, hogyha egy Rally 3-as futammal is, de akkor is elindul, úgyhogy ez nagy öröm mindannyiunknak. És hát jövő héten ugye mi is megkezdjük a szezont keleten, mi is elkezdjük egy Rally 3-as versennyel, illetve jó egy hónap múlva Salgó Rally. Ugye talán a rally a legnehezebb szakák, hiszen rengeteg engedélyt kell beszerezni. Újra kell ilyenkor kérni ezeket az engedélyeket? Hogy állnak ezek a dolgok? Igen, hát ugye ha más nem, az időpont semmelyik engedélyen nem stimmelt. Ugye az engedélyeztetési eljárásban még a tavaszi időpontok voltak megadva, úgyhogy emiatt újra kellett persze kezdeni az egészet. Magát a verseny metódusát az megvolt. Talán annyi, hogy bejöttek ezek a könnyítések, ami mind a versenyrendezőknek, mind pedig a versenyzőknek azt gondolom, hogy időszerű most ebbe az évbe. Vagyis indokolt, nem is időszerűen, hanem indokolt az, hogy egy rövidebb, egyszerűbb versennyel jöjjünk elő. Ugye anyagilag ez szerintem mindenkit megvisel ez, hogy egy fél év alatt kell letudni annyi versenyt, mint amúgy egy év alatt. Úgyhogy egynapos versenybe gondolkodunk, egynapos versenyt adnak a szabályok, most lehetővé tesznek, hogy egynapos versenyt csináljunk, már beleértem itt a gyorsági szakaszok megrendezését, maximum egy prológ előtte nap. Úgyhogy a meglévőt, például az Eger Rallyt is teljesen nulláról újra kell kezdenünk, mert az egy háromnapos rendezvény lett volna, tehát nyilván azt is újra kell kezdeni, de mondjuk például egy Miskolc Rallyval ilyen szempontból szerencsénk van, mert azt amúgy is egynaposra terveztük.
Velencei Ádám Zsíros Gáborral kiegyensúlyozott teljesítménnyel, az abszolút harmadik helyen zárta az elmúlt szezont az R5-ös Citroennel. A siker ellenére új autóval és új navigátorral vág neki a bajnokságnak. Először is örülünk már nagyon, hogy elindul a szezon, ugye ez lesz az évben az első versenyünk. A legújabb fejlesztésű Skodával indulunk idén. Szerintem a bajnokság mondhatni talán, hogy nehezebb lesz, mint a tavalyi évben jöttek új fiatalabb ügyes pilóták. Ugye a tavalyi évben harmadikak lettünk, idén mindenképp szeretnénk előrébb lépni. Azt mondhatom, hogy sikerült úgy összeraktunk mindent, a hátteret, hogy minden adott hozzá, hogy akár a bajnoki címért is harcoljunk. Az elmúlt években több R5-öst is kipróbáltál, melyik áll nyilván most Skodával a legközelebb a szívedhez, de hogy látod ezeket az autókat? Igen, ugye három márkát próbáltam ki. Most teszteltünk a héten, én úgy szálltam ki az első kilométerek után, hogy nagyon jó érzés volt az autóba. Nem hiába volt az, hogy idén ezzel a típussal megyünk, meg volt az oka a váltásnak. Úgyhogy tényleg úgy indulunk neki az évnek, hogy a cél a bajnoki cím. Mondhatni, hogy szinte mindenki új autóval megy, mint ami a megszokott. Remélem, hogy talán ebben lesz egy kis előnyünk, talán, hogy már ez a harmadik márka, amivel megyünk. Bízok benne, hogy felvesszük majd gyorsan a tempót. Ugye azért is jöttünk el erre a versenyre, hogy a szőketomjól is összerázódjunk az autóval, és úgy a salgóról dálni, hogy maximálisan fel vagyunk készülve. Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy Szőke Tomi személyében új navigátorod is van, hogy látod, mennyire sikerült összecsiszolódni vele? Én azt gondolom, hogy teljesen jó volt itt a pályabejáráson teszten. Nyilván majd az első verseny után még jobban csiszolódunk, de szerintem nem lesz gond, úgyhogy Tomiból benne van az ambíció, ami bennem is. Volt már magyar bajnok, úgyhogy tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy bajnokságot nyerjünk. Úgyhogy minden adott, tényleg azt mondhatom. Tavaly néha egy picivel több gáz kellett volna, hogy talán oda a csúcsra is felér egy-egy futamon. Mondhatni talán, hogy tavaly mi voltunk talán legkiegyensúlyozottabb, ugye minden versenyen beértünk, de mindig hiányzott valami, hogy nem tudtunk mondjuk a harmadik helytől előrébb lépni. Az idejének úgy állok hozzá, hogy ami tavaly mondjuk kérdőjeles volt, hogy mondjuk elférne a padlón, idén szeretném átnyomni. Nyilván nem szeretnénk összetörni magunkat, de sokkal többet fog kockáztatni, az biztos. Március elején madarat lehetett volna fogadni az örömtől a Turán Frigyes Bagaméri László párossal az új autójukat bemutató sajtótájékoztatón. A karanténnal a madarak elszálltak, ám az autóval az öröm megmaradt, és nagy várakozással tekintenek a szezon elé. Megmondom őszintén, hogy nagyon nehezen éltük meg mi is, tehát úgy kezdődött az egész évünk, hogy minden rendben lesz, és aztán meg hirtelen olyan dolgok történtek, amivel senki nem számított, és mindenek vége szakadt, úgyhogy mi is nagyon le voltunk taglózva ezzel kapcsolatban. De aztán ugye elkezdtük látni, hogy azért vissza fog itt érni az élet a rally sportba is, és én azt gondolom, hogy most is itt vagyunk, indul a bajnokság a jövő hónapban, tehát most egyre pozitívabbak vagyunk, úgyhogy most kezd visszatérni a pozitív gondolkodás így hozzánk. Azt hiszem a tavalyi RC győzelem is motivációt adott a 2020-as évre, de hát most az új autó is egy új motivációt adott. Igen, mindenképp. Az a győzelem az egy fantasztikus emlék maradt mind a kettőnk emlékezetében, azt hiszem. És igen, ebben az évben úgy döntöttünk, hogy típust váltunk, csapatot váltunk, teljesen új felállással vágunk neki ennek az évben. Mi magunk is nagyon sok mindent megtettünk, hogy tényleg olyan formába hozzuk magunkat, hogy az a pici, ami mindig hiányzott nekünk azért, hogy nyerni tudjunk, hogy az a kis hátrányunk se legyen, és hát most minden adott, én azt hiszem, hogy jó a csapat, jó az autó, mi is fel vagyunk készülve erre az évre. Nagyon várom az eredményeket. Sokat teszteltetek, mi a tapasztalat az autóval kapcsolatban? Nagyon jó az autó, azért mégis egy top kategóriás autó. Én azt hiszem, hogy az autó nem fog múlni. Tényleg minden beállítást megkapunk, tényleg olyan a csapat hozzáállása is, hogy én azt hiszem, hogy ha az égek is velünk lesznek, akkor nem lesz probléma.
Milyennek látod a 2020-as bajnokságot? Szerintem erős lesz, nagyon sok autó van. Remélem, hogy ez a válság ez nem szekte senkinek a kedvét, mindenki tud annyi támogatót találni, hogy el is tudjon indulni, ne csak papíron legyenek ott a nevek. Én úgy szeretek nyerni, én úgy szeretek versenyezni, hogyha nem egyedül vagyunk a pályán, hanem tényleg van egy kis verseny, itt van mindenki ugyanúgy készül. Szerintem így van értelme és így van súlya annak, hogyha valaki nyerni tud. Nagy várakozás előzte meg a Csomós Miklós Nagy Attila páros fellépését, akik 2019-ben meggyőző teljesítményükkel, kiváló autózásukkal megnyerték a Peugeot 208 R2 kupát. A fiúk évvégén már egy R5-ös Skoda Fabiában bizonyították a Szilveszter Rallin tehetségüket. Ezek a technikák nem csak a versenyzőktől, hanem a szervizcsapattól is nagy felkészültséget kívánnak, a különböző beállításokkal, kiértékelésekkel, melyben nagy segítséget nyújt Sebők Csaba, aki egykoron Mixi édesapjával versenyzett. Nagyon izgalmas szezon lesz. Igen, a műszaki dolgokat próbálom én összefogni itt a csapat körül. Próbálok utána olvasgatni, de az az igazság, hogy elsősorban a saját fejünk után próbálunk menni. Magától a gyári beállításoktól nem túlságosan térünk el. Próbáljuk úgy alakítani az autókat, hogy Mixinek stílusához jobban passzoljon. Próbálunk vele minél pontosabban menni, úgyhogy abba az irányba próbálunk elmenni, hogy azért a mi autónk a többiekhez képest egy kicsit keményebb, a diffik feszesebbek, a gátlók is keményebbek, úgyhogy ebbe bízunk, hogy ezzel jól fog menni. Te is versenyeztél egykoron, milyen érzés most ebben a szerepkörben, a rally világában lenni? Hát mindig itt a versenyzés környékén voltam, de mindig elsősorban így ez a műszaki része igazán, ami érdekelt igazán. Hát örülök neki, hogy itt lehetek a csapat mellett, meg hogy tudok rá időt is szakítani, úgyhogy teljes erőbedobással én is mellettük állok. Hogy látod ezt a műszaki fejlődést, ami az utóbbi években, évtizedben végbe ment a rally világában, itt a magyar bajnokságban is? Hát én nagyon örülök annak, ahogy kialakultak a kategóriák a nemzetközi rallyban is. Most már elértük azt, hogy kategórián belül az autók gyakorlatilag egyformák, teljesen mindegy, hogy milyen gyártmányú autóba ül az ember, hogyha azt kiismeri, jól vezeti, bármelyik típussal lehet első lenni. Így ennek örülök, hogy nem attól függ egy autónak a sebessége, hogy tényleg ki tudja a legjobbat megvenni, ki talál bele abba a márkába. Azt tudom mondani, hogyha itt egy nem is a legújabb, de egy használt R5-ös is, hogyha korrektul működik minden része, az ugyanolyan gyors, mint a legeslegújabb. Mixéken kívül van-e olyan versenyző, akinek különösen tetszik a stílusa? Hát most már azokat a versenyzőket szeretem nézni, akiknél nem látszik különösebben, hogy mit csináltál, a látványos dolgok már annyira nem vonzanak, a pontosságot szeretem. Vannak persze jó néhányan, de hát elsősorban a külföldiek, akik példát jelentenek ebbe. Nekem legjobban még mai napig Lőbnek a vezetése tetszik, úgyhogy azt próbálom nekik is mutogatni, hogy körülbelül így kellene. Pici jobb és a 70, hideg minden. Pici jobb és a 70, 32, hideg minden. A fiatal páros először versenyzett új autóval igazi vérbeli rally pályán, és az abszolút 5. helyezésükkel igazolták tehetségüket. A második gumi után bokor alá, és 20, rövid bal 2-2 padlót, kiengedett 11-ben vele bal 1 padlóból a hosszú, sima jobb padló. Ez volt az első éles bevetés, ahol erdélyi szakaszon tudtunk menni az autóval, illetve olyan gyorsági szakaszon, ami nevezhető már rallinak. Igazából úgy értékeljük így a verseny után, hogy szerintem ez egy megfelelő eredmény volt így elsőre. Tudtuk, hogy milyen ellenfelek ellen fogunk menni, tudtuk, hogy egy nehéz dolog lesz, de mikor megláttam már az első gyors végén a táblát, már én annak örültem. Azt tűztük ki célul, hogy jó lenne azért kilométerenként 1 másodpercen belül lenni az elejéhez. Ez sikerült, úgyhogy összességében jónak értékeljük a hétvégét.
mennyire sikerült beállítani az autót? Láthattuk a hírekben, hogy a többiek rengeteget teszteltek. Igen, nekünk nem volt lehetőségünk előtte tesztre, szóval éles körülmények között ennyit mentünk mindössze az autóval, mint amit ténylegesen a versenyen. Szerintem jól sikerült beállítani, ez az időkből is úgy gondolom, hogy látszik, nem okozott semmiféle különleges meglepetést, amit elterveztünk, és ahogy elterveztük, hogy a pályán hogy fogunk végigmenni, azt sikerült abszolválni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi azt mondhatjuk, hogy sikeresen be tudtuk állítani az autót. Jobb egytő padló, majd a 30-ba, 21 erejű gumivégető is a 30-ra. A sima jobbtőből a bal kettő korlát mögé, tempó vége, bukkan 50 át, már vége, kodba a három korlát mellé, kiengedett picit, koszos 21 évenvel a bal kettő dob is 30-on fel. Megleptek ezek az első eredmények, vagy azért vártátok titkon, hiszen a három nagy hazai menő és a lengyelek egyik nagy tapasztalattal rendelkező versenyzője zsibbelőzött csak meg. Igen, valószínűleg a verseny előtt ezt találjuk volna, ezt az eredményt, meg számítottunk titkon erre. Ennyire közel talán nem számítottam, hogy közel fogunk tudni menni hozzájuk, hiszen itt ilyen 2-3-4 másodpercről beszélünk gyorságinként. Voltak apró hibáink is, látjuk, megnéztük a belső felvételt, hogy talán hol lehetne még gyorsulni, de összességében azt gondolom, hogy valamilyen szinten erre számítottunk, de jó érzés volt ott menni ezeknek a nagyoknak a nyomában, és úgy gondolom, hogy fel fogjuk tudni velük menni a versenyt. Milyen volt ez a pálya belülről? Hát mi láttuk, hogy egy szűk nyomvonalú, rettentően gyors pálya volt, hiszen 121 néhány kilométeres átlagot mentetek ezen a pályán. Igen, azt tudni kell ugye, hogy a pályát azt egy utcai autóval kell bejárni, az egy 100 lóerős utcai autó volt, azzal elég nehéz volt ezeket a dolgokat feldolgozni, úgyhogy ebben is mindenféleképpen még javulnunk kell, hiszen az R2-es autó az jóval lassabb volt ettől, most már látjuk azért. Nagyon nehéz, mert nagyon összefüggő volt a pálya, nagyon ugye a kanyarok, a tempós kanyarok nagyon közel voltak egymáshoz, és nagyon nehéz egy ilyen autóval ezeket megcsinálni. Viszonylag sikerült, de tény is való, hogy mentünk vele 183-at, azt hiszem ott azon a szűk erdei szakaszon, úgyhogy nagyon gyorsan történnek benne a dolgok, úgyhogy még van mit tanulnunk. Hogy látod, min lehet még igazítani az autón, mik azok a beállítások, mik a tapasztalatok? Egyelőre az a probléma, hogy annyira keveset tudunk vele menni, hogy nagyjából nem tudjuk, hogy hova is merre fele kéne elindulni. Egy nagyon jó alap, én azt gondolom, mondtam, hogy semmiféle váratlan dolgot nem okozott, meglepetést, ahogy elterveztük, hogy fogunk menni, és ahogy egy jó féktával bekanyarodunk és próbálunk gyorsan kigyorsítani, ezek mind-mind sikerültek. Én nem látom az autóban azt a fajta problémát, hogy amiatt nem tudunk felvenni, vagy nem tudjuk felvenni velük a versenyt. Ez a 2-3 másodperc, ez nagyon kevés. Én azt gondolom, hogy inkább még jobban ki kell simuljon ez a dolog, és még egy határozottabb fék és egy határozottabb kigyorsítása. Én azt gondolom, hogy ott lehet lenni az elejébe. Turán Frici is kiemelt titeket, hogy hát számolni kell a csomós megpárossa. Igen, örülünk ennek nagyon, és örülünk annak is, hogy évelején kaptuk ezt a lehetőséget Fricitől és a Hancocktól. Nagyon meg voltunk elégedve az abroncsal, nagyon tetszett, az elejétől kezdve igazából fog és partiban tudunk lenni az ellenfelekkel, az azt is mutatja, hogy az abroncs is megfelelő és tökéletes. Nyilván még a keveréket meg kell látni, melyik adott szakaszra és milyen gyorságira és milyen hőmérséklethez mit kell használni, de nagyon segítőkészek és segítenek. Nem hiszem, hogy nagyon ellenfélnek tekint a Frici is, hanem próbál tényleg mindenben segíteni, akármit kérdezek tőle, úgyhogy örülünk, ez egy jó út, elé nézünk, úgy néz ki. Még van egy hónap az első Salgó rallig, mi lesz a további menet? Most ugye átnézzük az autót, lesz ez a Zabar-Domaháza, de mi ott nem indulunk, és a verseny előtt még valahol próbálunk egy tesztet igazából beiktatni, és akkor utána majd megyünk gőzelővel a Salgó rallira. A Rally 3 mezőnyének abszolút győztese a Genk-Bence, Genk-Ferencváros lett. A kicsi a Bors, de erős mondásnak megfelelő Opel Corsával. Második helyen a Nagy Dávid, Nagy János testvérpáros végzett egy Ladával, míg az abszolút harmadik helyre a Németh Péter, Romsauer András páros végzett a Hondával. Hát nem akármilyen 2020-as év ígérkezik, hiszen sokan csapatot váltottak,
rengeteg R5-ös új autók. Hogy látod a szezont? Így, ahogy mondod, remélem, hogy megmaradtak a támogatók a versenyzők mellett. Az itteni létszámból is látjuk, hogy nagyon sokan jöttek el úgymond tesztelni a licenszesek közül. Rengeteg R5-ös van itt most a kisvaszari versenyen. Bízom benne, hogy egy hasonló erős bajnokság lesz ez a 6 forduló, vagy ez a 6 helyszín, amit most szerepel a versenynaptárban. Bízunk benne, hogy mind a 6 le is fog menni. Ha lemegy, akkor biztos egy nagyon kiélezett és nagyon komoly csatákat hozó magyar bajnokság kezd most megint kibontakozni 2020-ban a csonka szezonban is. Rengeteg pilóta van, akit nyugodtan mondhatjuk esélyesnek a bajnoki címre. Sokan váltottak technikát, Turánfici is új autóba ül egy pólóba, ugye. Sokan ültek Skodába, Adikék új autókkal jönnek, új Fordokkal. Nem lesz egyszerű magyar bajnokságot nyerni, az biztos. Mindenki izgatottan figyelte az ERC naptárt is, hiszen egész Európában gondot okozott ez a vírus. Hogy állnak a dolgok ezzel kapcsolatban? Azzal volt a legkönnyebb dolgunk. Talán ott szerencsés most az az időpont, amit sose hívunk szerencsésnek, hogy a végén vagyunk. Bár most már nem mi leszünk az utolsók, azt hiszem a Kanárit még utánunk dobták. Úgyhogy most viszont szerencsénk van ilyen szempontból, mert azok a versenyek, amik elmaradtak a vírus miatt, egy novemberi dátummal azért senki nem számolt, tehát a világon senki nem számolt azzal, hogy esetleg novemberben is még ez a vírus. Mi nem tudjuk, mi lesz ezzel a második hullámmal. Mi elkezdtük az engedélyeztetését is az ERC-nek, nagyjából kész van az útvonallapunk, úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy most már elkerül minket ez a kor. A verseny krónikájához tartozik még egy sportszerű gesztus a Turán-Bagaméri párostól, akik a második helyért járó kupákat felajánlották a Trabantok között győztes Balázs Kornél Kiskuti Adrián párosnak. A gesztus apropója az volt, hogy Friciék 33-as rajtszámmal versenyeznek majd az ORB-ben, míg a Trabisok szintén ezzel a számmal nyerték a kategóriát. Kisvaszar után színre lép a Rally 3 északi régiójának csapata is, majd július 20-án a Salgó Rallyval indul az első osztály küzdelme.